Fejes Józseftől, a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületének elnökétől megtudtuk, hogy Bátaszéken egy évtizedes hagyománya van az iparos bálnak. Volt egy nagyon hosszú kihagyás, amikor az iparosság nem működött, az rendszerváltás után volt, tehát ezek után 10 éve újra elkezdődött, előtte az 1800-as évektől a megyében talán az első iparos társadalom jött egy létre Bátaszéken, és akkor építették meg ezt a gyönyörű iparos házat, hiszen a jelenlegi kultúrotthon a valamikori bátaszéki iparosok építették meg. Az első iparos bálon sokkal többen voltak, mint most szombaton este. Több iparos működött a városban akkoriban. A létszámcsökkenés miatt azonban nem kell elkeseredni, mert az összetartozás talán erősebb, mint valaha, mondta el az elnök. Megmondom őszintén, kevesebben lettünk. De úgy néz ki, most már évek hosszú sora óta, hogy ez a mag, ez megmarad. És ez egy olyan összetartó csapat, hogy nem csak akkor, amikor arról van szó, hogy mulassunk, hanem amikor dolgozzunk, vagy valamit tegyünk, akkor igenis aktívan részt vesz mindenbe, és úgy látom, hogy ez most már meg is van ez a csapat. A vendégek között volt dr. Bozsolik Róbert, bátaszéki edzője is, aki elmondta, hogy az iparos közösség jelentős szerepet játszik a város életében. Nagyon fontos szerepet játszik Bátaszék életében, nem csak azért, mert a város jelentős bevételei az iparosoktól származnak iparőzésen úgy tekintetében, hanem egy olyan közösség jött itt létre, ami a város egyéb életében is számíthatunk rájuk. Közösségformáló szerepük van, erre nagyon jó példa a mai napi bál is. Nagyon sok olyan rendezvényünk van, az iparosok támogatóként lépnek föl, akár egyesületi rendezvények, akár önkormányzati rendezvények. Ők saját maguk is szerveznek maguknak rendezvényt, gondolok én a tavaly nyári nagy sikerű fesztiváljukra. Mi mindenhol számíthatunk rájuk, és reméljük a közeljövőben is ez lesz. Az iparosok az elmúlt évben a várostól jutányos áron kaptak egy felújításra szoruló épületet, amelyet most közös erővel alakítanak az iparos közösség központjává. A tavalyi évben sikerült jutányos áron az önkormányzattól egy új iparos székháznak való, kicsit romos épületet kapnunk, és hát ott rengeteg munkánk lesz. És egyre inkább többen jönnek be esténként a székházba, minden pénteken találkozunk, és úgy látom, hogy mindenkit érdekel a dolog, érdekli, hogy tényleg egy valóban új, szebb, olyan létesítményt tudjunk létrehozni, ahol lecseklek nem csak az iparosok, hanem a többi civil szervezet is székhelyet kapjon Bátaszéken. Fejes Józseftől megtudtuk azt, hogy bár most úgy látszik, a vállalkozók felhőtlenül mulatnak, ez nem így van. A gondok ott vannak a hátuk mögött, nem egyszerű számukra a mindennapos életben maradás. Az én példámmal is tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz vállalkozónak lenni mai világban, hiszen olyan nagyok az elvonások, hogy ott küzdködünk a létnek a határán. És az a legnagyobb problémám, hogy ma is azt számolgatom, hogy az üzleteimben 18-19-en dolgoztunk, és ma a fele dolgozik. Tehát egyszerűen a munkaalkalom, amit tudunk itt biztosítani az itteni lakosoknak, az nagyon-nagyon kevés. És ez meglátszik az egész városnak a létén. A Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete javítani nem igazán tud a vállalkozók helyzetén, de enyhíteni tud a felmerülő problémákon. A közösség tagjai információkkal, tanácsokkal látják el egymást, ennyi, amit tehetnek. Itt elsősorban egymásnak segítünk. Tehát nagyon jó, mert ugye köztudott, hogy rengeteg olyan rendelet, olyan jogszabály jön ki, amivel egyszerre nem tudunk a mi kis vállalkozók lépést tartani, és ha csak annyiba tudunk egymásnak segíteni a szájhagyom útján, hogy te hallottad, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, akkor már ezzel sikerült valamit elérnünk. És hogyha egymásnak kell segíteni, mert a vállalkozók, hát ki segítsen rajtunk, ha mi saját magunk nem segítünk egymáson. Így összefogással nagyon sok mindent meg tudunk oldani egymás között. Az est hátralévő részében a hangulat a Veríték nevű zenekar jóvoltából fergeteges volt, ha hinni lehet az ígéreteknek, a bátaszéki iparosok hajnalig mulattak.